Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Hobby Parának a legújabb videójában. Ma se egyedül leszek itt, ugyanis felkerestem pár diákot az interneten keresztül, és megkérdeztem tőlük Zoomon, hogy milyen előnyei, meg milyen hátrányai vannak az online oktatásnak, milyen nehézségeket gördíteniük így, hogy egyetemre járnak, és nem face-to-face oktatás van, hanem online kell az óráikat hallgassák. Úgyhogy ezekről fognak beszámolni, tehát tartsatok velem! Én Palocsai Johanna vagyok, és hát a BBTL Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklámintézet hallgatója vagyok első éven. Hello, Alexandra vagyok, a bölcsészkarra járok első éves hallgató vagyok, és finn, valamint kínai nyelvet tanulok. Sziasztok, Petszes Boton Zoltán vagyok, harmadéves joghallgató, illetve harmadéves vagyok a Közgazdaság és Gazdaságtudományi Egyetemen is, ott angol nyelven tanulok nemzetközi kereskedelmet és vállalkozásokat. Hát én Tunyogi György István vagyok. Jelen pillanatban, mármint ebben a fél évben én Budapesten tanulok Erasmus ösztöndíjjal, hát több-kevesebb sikerrel a jelenlegi helyzethez mérve. Teológián vagyok első éves mester is, azt végeztem alapképzésen, és amellett az infót is, viszont úgy döntöttem, hogy ezt folytatom. Ambrus Dorottya vagyok, a Babesbolyai Tudományegyetem harmadéves magyar-orosz szakos hallgatója. Mit tartják nálatok az órákat? Mit vettél észre az oktatásban? Milyen változások történtek? Hát kommunikáció, úgyhogy mégiscsak azt gondolom, hogy az online kommunikáció az nálatok nagyon jól kell működjön. Abszolút. Úgy is gondolom, hogy a karunk tanárai egészen hamar alkalmazkodtak ehhez az egész helyzethez. Az igaz, hogy több platformot kezdtünk el használni, ilyen például a Schoology, vagy a Google Classroom, és természetesen a Zoom. És az nehéz volt őszintén, hogy mindegyik platformot egyenként felfedezzük, és amikor már azt hittük, hogy na, most megvan, és tényleg már kiismertük őket, akkor szinte lemaradtunk az első Zoom-os óráról, mert nem láttuk, hogy hova volt kiírva az, hogy óránk lesz. Szóval igazából tényleg a tanárok abszolút mindent megtettek annak érdekében, hogy ne maradjunk le az anyaggal, hogy tényleg működjön ez a kommunikáció. Tehát van, aki még ilyen, tehát külön felvett egy-egy YouTube videót az óra anyagaival, és utána fel lehetett tenni kérdéseket, és utána pedig egy ilyen Q&A videóba válaszolt azokra. Szóval nagyon sok megoldás született erre, és tényleg sokszínűen már csak hozzá kellett szokni. Először én is erre számítottam, hogy pont ugyanannyi online órám lesz, mint rendes órám, nem járvány idején. Viszont például a közgazdasági karon nekünk nem az órákat, talán két tantárgy van, ahol megtartjuk rendesen. Azon kívül a többinél feltöltik a PowerPoint-okat és a mindenféle anyagot a Moodle-re, ugye ezt használja szinte az egész egyetem, és nekünk is különböző leadandóink vannak, arra fogunk jegyet kapni. Gondolom, hogy ebbe az is szerepet játszik, hogy harmadévesek vagyunk, ugye ebbe az évbe végzünk, és emiatt a tanárok már nem igazán akarnak annyira leterhelni minket, de így emiatt nem olyan fárasztó a sok online óra, végül is most csak a jogra járunk. Kéne kint legyél, akkor vajon már annak kapcsán értesítettek téged, hogy mondjuk milyen változásokra lehet számítani? Tehát mondjuk, mit tudom én, mondjuk jövő fél évben kimehet, hogy bepotold ezt a fél évet, vagy valami, vagy ez most így elment? Hát erről még nem mondtak semmit, ez eleve úgy van, hogy másfél évet lehet kimenni. Tehát nekem ez az első fél év, szóval mehetnék még jövőre amúgy is, hogyha megnyerném a pályázatot. Viszont annyi változás van, hogy eredetileg úgy van a program, hogy 8 napot lehetek Romániában. Hogyha többet ülök, akkor pénzlevonás, vagy ösztöndíjlevonás, ilyesmi történik. És annyi az egész változás eddig az egész dologban, hogyha én most többet ülök, mert ilyen krízis helyzet van, akkor nem kell visszafizessem, csak kell szóljak, és tisztában az Erasmus is, hogy ha nem lennék állampolgár, nem is mehetnék vissza. És az oktatás, ugye te teológiát tanulsz kint,
ehhez annyira nem értek, tehát hogy nem tudom, hogy hogy épül fel, hogy vannak-e gyakorlati, meg elméleti órák, meg van-e mondjuk laborotok, gondolom nincs, de hogy ez hogy kell elképzelni? Tehát, hogy online osztják az igét? Mi a metódus? Hát nekem lett volna gyakorlati órám, viszont, hogy Erasmusos vagyok, jó van a tanároknak azt mondani, hogy ők nem engednek be egy bizonyos órára. A gyakorlati órára pont nem engedtek be, szóval ez most pont kaporra jött, mert jövőre nem kellett pótolni. A többi tantárgy meg ugyanígy online, tehát vagy úgy Zoom-on, mint ahogy beszélünk mi most, vagy Teams-en, vagy Skype-on, vagy csak volt olyan tanárnő is, amelyik menekült a PPT-t és rávette a hangját, és elmondta az anyagot, meg van, aki küld több adatot, viszont ami jó, például a vizsga szempontjából van olyan tanár, aki lefújta a vizsgát és csak beadandót kér, szóval ez eléggé fekszik. A szakdolgozat szempontjából én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem befolyásol annyira ez az online oktatás, mert a forrásaim azok elérhetőek, nem kell terepre, levéltárba ilyen helyekre járnom, viszont megnehezíti nyilván a témavezetőmmel a kommunikációt az, hogy nem tudunk személyesen fogadóórán találkozni, és így egy picit döcögősebb, de ahhoz képest egészen jól tudok ilyen vonalon haladni. Mindenképpen váratlan volt, fel kellett ugye készülni oktatás szinten. Először egy kicsit döcögösen ment, aztán most már egyre jobban kezdünk belejönni úgy mi diákok, mint a tanárok, én ezt veszem észre, viszont mindenképpen nehéz, mivel szerintem a nyelvtanulásnál nagyon szükséges az, hogy szemtől szembeni oktatás legyen, nagyon nehéz megoldani úgy, hogy a tanár elküldi az anyagot, vagy megtartja online az órát, de mégsem ugyanaz. Jó, ez nyilván semmilyen oktatásnál nem ugyanaz, de én nyelvtanulásnál ezt különösen nehéznek érzem, hogy nincs meg ez a szemtől szembeni kapcsolat tanár és diák között. A vizsgázás is könnyen megtörténhet, hogy online fog történni. Szerinted ez könnyebb vagy nehezebb lesz, mint ahogy az első fél évben volt? Nos, hát szerintem ebben az esetben ez így praktikusabb, mert nagyon rossz lenne az, hogy mindenki visszaérkezne Kolozsvárra. Ugye nekem nincsen meg ez a problémám, mert hogy én kolozsvári vagyok, és Kolozsváron lakom. De mindenki visszaérkezne az ország sok pontjáról, és éppen a vizsgai időszakba csöppennénk, és így most praktikusabb. Nem azt mondom, hogy nekem ez így jobban tetszik, mint első fél évben, de ez most így a lehetőségekhez mérten ez a legjobb döntés szerintem. Hát teljesíthetőek lesznek akkor, hogyha kölcsönösen türelemmel és empátiával fordulunk egymáshoz a tanárokkal, mert ez szerintem nekik is legalább annyira nehéz, mint nekünk. És az az érzésem, hogy azt az elvárásunkat kéne egy kicsit elengedni, hogy az offline megszokottat erőltessük bele az online-ba, és valahogy az oktató-hallgató szerepeinket az online-ba gondoljuk újra eleve. Tehát nem mondom azt, hogy lehetetlen, mert nyilván nem az, és vannak is olyan tanárok, akik már találtak ki erre megoldásokat, hogy például fél év során beküldött feladatokkal bizonyos pontot meg lehet szerezni a vizsgajegyből. Úgyhogy biztos, hogy létezik erre megoldás, és meg is találjuk, hogyha meg kell találjuk. Csak ez az együttműködés, ez tényleg most igazán kulcskérdés. Kell a nap a kezed között? Nincs egy ilyen érzés, hogy néha nem haladsz úgy, mintha mondjuk ehhez a nagyon sűrű napirendhez kéne tartsad magad? Mondjuk az a helyzet, hogy ez például nálam elsősorban így ugye gondolkodik az ember, sokszor pszichológiai is. Hát például, hogyha itthon vagyok, beülök mondjuk két kurzusra, nem érzem azt, hogy annyira produktív lettem volna, mint hogyha egész nap rohangáltam volna két életem között, még az is lehet, hogy többen maradok itthon, viszont már az a tudat, hogy felkeltem, elkészültem, elmentem az egyik egyetemre, ott voltam, felültem a buszra, elmentem a másikra, az úgymond hozzátett ahhoz, hogy jobban érezzem magam, hogy na, akkor én ma hasznos mozdony voltam. Van erre példa, tehát azért nehéz
olyan helyen tanulni, nagyon-nagyon keveset járok haza, és általában, amikor hazajárok, akkor megpróbálom arra használni az időt, hogy kikapcsolódjak, pihenjek, családommal legyek, ne igazán fókuszáljak a tanulásra, és nehéz úgymond ezt is pszichológiailag feldolgozni, hogy azon a helyen, ahol tényleg arról szólt, hogy lazuljak le, és engedjem el a problémákat, most ezerre kell tanulni, de dolgozok ezen is. Mennyire hiányzik neked az, hogy nem tudsz kimenni, vagy nem tudsz találkozni emberekkel, vagy egyetemen, vagy nem tudom. Tehát, hogy téged hogy érint ez a bezártság? Hát én abban a kategóriában tartozom szerintem, aki nem is nagyon érzékeli a változást, ez annak is köszönhető, hogy én kertesházban lakom Kolozsváron, és akkor ez már eleve sokkal nagyobb előny, mint hogyha a tömbházban laknék, mert hogy kertben senki nem állít neki, hogy kimenjek. Meg így nagyszüleim kint laknak falun, és akkor amikor kell menni, oda is én megyek, ez is oké, mert hogy legalább akkor is kint vagyok, meg úgy, ha lehetőség van menni, akkor én biztos, hogy fogok menni, és főleg, hogy nálunk a templomnál is vannak online misék, és akkor engem kért meg a plébános, hogy közvetítsem, tehát az már hetente legalább egy alkalom kimenni, meg úgy, amúgy nekem jól telik, tehát annyi, hogy tényleg nem találkozhatok mindenkivel, csak egy pár szomszéddal, akik közel hozzám. Barátnőmet sem látom, szóval elég szívás. Őt is úgy látom, mi most téged, szóval na, túléljük.